Sziasztok! Itt Szenekvő Headquarters. És itt vagyunk ebbe a városba, méghozzá úgy, hogy... Úristen, most egy kicsit megremegtettem itten a laptopot. Nem ülök normálisan, az a baj. Szóval itt vagyunk ebbe a városba. Nem mentettem el az állást, szóval csinálok egy autómentést mindjárt. Vagy legalábbis egy gyors mentést. Miután megnéztem a Pokémonjaimat, ugye igazából szinteztem, annyi volt, és na, hol találom ezt? Szóval statjai nem a legjobbak, de Water Gun-t, ugye azt már előző részben megtűnt, és megtűnt a Rapid Speed-t is, és 20-as szintű. Pyro is fejlődött egy szintet, nagyon nem változott. Szóval tudunk egy autómentést, illetve hát egy mentést, és akkor szétnézünk ebbe a városba, pár helyen már szétnéztünk, például itt még nem. Ez nekem ilyen safari zónának tűnik. Aha! Persze! És az első Pokémont el is kaphatjuk innen. Végre. Új Pokémon. Legalább akkor a következő rész is szintezéssel fog kezdődni valószínűleg. Na nézzük, te mit tudsz? Hát akkor kezdjünk el így sétálni, ezt majd csak jön. Ezekkel az emberekkel vajon megéri beszélni? Vagy lesz valami küldi egyáltalán a Safari Zoom-ba? Nem tudom. Most biztos egy ideig itt vagyunk. Mármint lépésszám alapján megy, azt tudom. Szerintem ezekkel hanyagolom a beszédet, mert ez hülyeség, basszus, és még egyszer sajnos megnyomtam azt, hogy beszéljek vele. Közben a Safari Zone úgy nagyon csendes. Ha most nagyon felhangosítom, de normálisan nincs. De eljövök erre, meg minden. És első Pokémon! Cryogonál. 16-os szint. Nem olyan rossz végül is, most megpróbálom elkapni, legalább lesz egy jég Pokémonom. Basszus, elmenekült. Nem baj, mivel Safari Zone-ba nem gyengíthetem meg a Pokémont. Itt, ha elmenekül, az nem számít. Csak akkor, ha elfogy a labdám. Teddy Ursa, az is jó lesz. És el is kaptam. Na most olyan síros pityogós Teddy Ursa-e? Vagy valamilyen nagyon bestiális? Jaj, az sok el lett egy kicsit. Azért lesz csaj, Pallas Athénéről nevezném el, mert ilyen harcias lesz majd. Tehát őrszerint azért durva. És akkor ő egy ilyen harcias medve, végül is. Ugye nem tudom, hogy itt mi van, lehet, hogy majd még vissza kell jönnöm ide, de egyelőre nem akarok több Pokémont elkapni. Így is ez az egyes számított, hát nagyon más nincs is. Aha! Jó, oké. Rendben. Szóval visszajöttünk a Safariba, itt egy kicsit bevásárolunk. Ez tény. Méghozzá Pokéballból, jó, abból nem kell. Super Potiból egyet elhasználtam szintezés közben, és most hetek tudok venni, azt mindet meg is veszem. Itten Nuzlocke-ba nem szabad szórakozni. Nem, nem szórakozunk. Elég sok Pokémont vesztettünk már, és akkor nézzük meg az új Pokémonunkat, Pallast. Legyél valami jó. Valami jó legyél. Teddy Ursa. Oké. Okay. Naughty Nature az semmit nem csinálsz. De növeli a támadását és a speciális védelmét. Csökkenti, de az jó, ha a támadását növeli. Aha. A Nature-e jó. Quick Feet Ability az is jó.
duplázza a sebességet, hogyha a státusz, tehát státusz mozdulat alatt vagyok. Tehát a paralízis kb. Nem hat. Égés duplázza a sebességemet. Poison duplázza a sebességemet. Ráadásul sebességre egész jó kis ívéim vannak, ahogy támadás is, de látszik, hogy védelem meg HP nagyon kevés van neki. Szóval ő rá oda kell majd figyelni, hogy mert őt nagyon gyorsan le tudják ütni, hihetetlenül. Jó, hát még ilyen alapmozdulatai vannak, szóval most arról nem tehetünk. Viszont 40 HP-nál már több HP-ja van, szóval ilyen Dragon Rage-ekkel nem lehet kinyírni. Oké, látom, van egy edzőterem is, de előtte még szétnéznék inkább ebbe a városba. Jó, tehát itt a nagymama vigyáz a gyerekeire, de hát igazából ő Leaf Green-t játszik, ő egy Growlival játszik. Te pedig mit csinálsz? Úgyis nem lesz arra. De nem jössz vissza. Basszus. Mekkora kis troll. Haha! Jó, ő össze-vissza fut igazából, de megfogtuk. Az a lényeg. Jó, itt egy pokelabda van. Pokegear-t kaptunk. Nem tudjuk mire jó amúgy. Oké, még mindig van dolgom Onega városban. Jó, például leszedhetném ezt a Shockberry-t. Nem. Vagy harcol velem, hogyha igen? Számolni milyen szépséges név, ő a Superior City Gymről akar kérdezni. Nehéz volt, de vonal a csata, annyira nem amúgy. Még volt egyikféle Pokémonja se volt, de ezek közül Ryu mondjuk. Igen, Yuji Weaver. Oh, ezek tök jók, akkor ezeket ki kell töltögetni, ezeket a kérdéseket. Most például egy nagy labdát kaptunk tőle. Oké, leszedegetjük ezeket. Addig viszont beszélünk olyanról, hogy nem tudom tudjátok-e, de jön egy Androidra, illetve hát iPhone-ra is, iOS-re egy alkalmazás, aminek az neve, hogy Pokémon Go, amivel gyakorlatilag megyek mondjuk Szeged utcáim, és el tudok kapni Pokémonokat. Ami szerintem eléggé hasznos. Csatarendszert annyira még nem értem, mert ilyen, mint hogyha ilyen zászlófoglalás lenne. De én már várom, és remélem, hogy jó lesz. Mert tényleg egy ilyenben nem nagyon szeretnék csalódni. Nyilván ingyenesen letölthető lesz, szóval olyan sokat ne várjatok tőle, de hogyha legalább lesz olyan jó, mint a Shuffle, mert Pokémon Shuffle eléggé jó, akkor szerintem az megfelelő minőségű. Ha még jobb is lesz, akkor ez van. Akkor másik téma, hogy már kevesebb, mint egy éven belül a Game Freak már bejelentette, hogy jönni fog a Pokémon Sun és Pokémon Moon. Igazából nem tudom, hogy az van egy új generáció lesz, egy hetedik, vagy a hatodikat bővítik ki, és mondjuk a Kanto régióba lesz. Én nagyon reménykedek egy hetedik generációba, mert már csomó olyan legendás van, ami a hatodikban nem elérhető, például ugye Volcanion, vagy akkor a XYZ animében nézzük ezeket a Zygarde formákat, tehát hihetetlen sok van. Én egy új generációra szavazok, új starterekkel, új régió, és szerintem nagyon jó lenne egy olyan régió, ami a Johto-val kapcsolatban van, csak személyes véleményem. Vagy akár három régió is lehet benne, meg Kanto meg Johto kb. Nagyon közel van egymáshoz. De egy olyan, ahogy Johto régióval fejez be, vagy Sinnoh-val. Mert Sinnoh remake még nem készült, és ez a másik, amire gondoltam, hogy ilyen Sinnoh remake is készülhet igazából, mert most gondoljatok bele, hogy Nap és Hold az igazából, hogyha most így nagyon átnézzük, akkor nézzük meg a Sinnoh legendásokat, ugye van a Dialga, meg Palkia, az időnek, meg az űrnek, így a
Pokémonja, meg ugye Arceus a főisten, és hát Isten messze jól nyilván megteremtette az űrt, aztán az időt, és utána napot meg holdat, szóval meg a földet. Szerintem lehet, hogy Sinnoh remake lesz, annak is örülnék, és akkor szerintem minden házban voltunk kivéve ebbe. Szóval bemegyünk ide. Itt nem, ez nem Tommy akar lenni. Team Olympus! Kérem szépen, Team Olympus keményen. Betolja ide a fenekét. Még jó, hogy Neptunust szinteztük. És így is gyorsabb Firo, hihetetlen. Viszont lehet, hogy most el kéne azt játszani, szintezni kéne a mi kis Teddy űrszánkat. Hát ha átalakul valamikor, nem tudom igazából mikor alakul, de hát egész szeretem ezt a Pokémont, de sose használtam. Tehát én most azt fogom csinálni, hogy berakom Pallast elsőnek. Ez egy 17-es szint, nem olyan alacsony. Viszont ezek ellen, tehát ezek ellen könnyű őket legyőzni, hogy például, hogyha valami szellem Pokémon mi van, azt nagyon jól megtudnám. Tengrowth. Na ez jó, mert... jó, mert van ellene Pokémonom, és nekem csak ez a lényeg. És Pursuitot nem tud megtanulni a tudomásom szerint, azért Tengrowthban eléggé otthon vagyok a Pokémon Liga miatt. Ó, és elaltad a fenébe. Nem baj. Megvárjuk, míg Pyro föl kell. Pyro nagyon nem bírja meg ütni, ez most kettőt vittem. Semmi. Vine Whip egyet. Nem, az hármat vitt? Egész sok. Hát ami, tehát tényleg hozzám sem tud érni. Nyilván meg is öltem. Ez könnyű volt. És jó sok XP-t kapott, hál' Isten, Teddy Ursa. Szóval... ja, úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy Sinnoh remake is lesz belőle. Írjátok meg, hogy szerintetek, hogy várjátok-e mondjuk a Pokémon milyen lesz, vagy szerintetek ez a Pokémon Silent Moon milyen lesz. Mert szerintem van benne potenciál, elég is sok. Ez a Growl nem tetszett most nekem, de hogyha sokszor betalál, hát még akkor se. Ez is csak kétszer talál be. Ez a veszély ennek a Fury Swipes-nak. Jó, Thunder Wave az nem baj, mert igazából Quick Feet, tehát nekem mindegy. De megint csak kétszerűt. Jó, Quick Attack-kel támad, mennyit visz? Hát ezt mondom, kritikussal 10-et vitt, de ezt a Mine-t ezt le tudom nyírni. Ó, és meghalt, király. Akkor, ha már ugye itt volt a Tangrowth és beszéltem a Pokémon Ligáról, ugye most jelenleg 1-0-val állunk, kész van a teamünk, meg Metajou teamje is amúgy készen van, már én ezt tudom. Csak... még nem tudtuk összehozni. Ez van. Hogy lejátszunk, mert mostában nekem eléggé sok dolgom van. Mármint úgy értve, hogy így videózásra miatt nem jut sajnos olyan sok idő, amennyit szeretnék, meg amennyit inkább legfőképpen ti szeretnétek, hihetetlen. Fury Swipes kétszer visszert egymás után. És most meg paralizálva vagyunk. Jó, na! Nem tudsz eddig nagyon megtámadni, legalábbis nekem nem úgy tűnik. Ezen Quick Attack-en kívül tudsz mást. Jó, na majd most. Na, viszont ha betalál, akkor nagyon durván üt. Jó, Sonic Boom! Kicsit megijedtem, nagyon gyorsan megnéztem a HP-mat, hogy 20 fölött van. Nem tud igazából víztámadás, szóval Pyro-t is becserélhettem volna, de Neptunusnak inkább kell az XP. Fájt, az jó. Úgy is van, meg is haltál, kis köcsög. Na, szóval, ja, majd hogyha lejátszuk, nyilván abból is lesz rész. De ezzel így meg is indokoltam, hogy körülbelül miért nem volt videó az elmúlt időben. Ez van. Na, van egy Mewt, az... Mewtra Pyro-t használom, és utána gyerekek... nagyon durván Pocket Center. A transform.
Jó van, tök mindegy, mert Dragon Rage-el szerintem elintézem. Dragon Rage-el elintézem. Nem. Kéne hozzá még egy Strength is. Jó, ő nagyon nem áthat nekem, tehát most annyira nem gyűrve. De tényleg a Mew meg tudja tenni a Transformot, én meg ezt elfelejtem. Minden esetre, Pallas egy szintet fejlődött. Ó, de jó, hogy már három Pokémonunk van, ez egy kicsit megnyugtat. Amúgy. Oké. Még mindig nem tudja eldönteni, ahogy egyik Pokémonom se a kezdetén, hogy most jó-e velem utazni, vagy rossz. Azt viszont én tudom, hogy bár lenyomtunk pár Olympus trénert, ez a rész itt vége van. Ez inkább arról szólt, hogy szinteztük a Pokémonokat, megnéztük magunknak a várost, és a következő részben akkor Team Olympus gondoltam, hogy lenyomjuk. Meg akkor szerintem a Gym Leader is, hogyha belefér. Addig is viszont szindák ő, és az előbb legyen veletek. Sziasztok!